Báci szöglet, 0-0-ás mérkőzés állásnál, 16. percben Horváth kiejti, rápöcköli füle, kipattan a védőkről, újabb szöglet. Hát az első nagyobb Váci helyzet. Répási, nagy, elindítja azonnal Víget, Víg pedig jól fülét, 11-es. Vitatkozni lehet az eseten, kétségtelenül földre került Fölvári belépője, nyomán füle. Pul pedig úgy ítélte, hogy ez 11-est ér neki és a Vácnak is. Talapa jobbal középre. Horváth előre elmozdult, kivárta ezt a pillanatot Talapa, és nagyon higgadtan a kapu közepébe, szinte csak begurította a labdát. 1-0 a Vácia vára. Sándor be középre, Talapa kifejeli. Így lett ez jó Szűcsnek. És kirobbanhatnak a Váciak. Füle. Üresen a túlsó oldalon nagy. Be középre, 2-0, Répási. Nagy higgadt helyzet felismerését bizonyítja, hogy képes volt visszavenni a labdát, és a beadásnál már Répásira senki nem ügyelt. Hatodik percben 2-0-ra vezet a Vác. Gracsov, vissza Földvári, Vancsa, Sándortól ismét Vancsa, keresztbe Plókai, szöglet. Csima, keresztbe Füle, befejeli középre Répási, megemeli, és Horváth óriási bravúra nyúl közbe. Most jön a labda, Kosta kilép, befejeli középre, ráfordul még egyszer Plókai. 2-1, Plókai. Hát rendesen elaludtak a Váci védők. Jó hosszú ideig pattogott közöttük a labda, ameddig Plókaihoz került, aki aztán nem kevés láb között juttatta a hálóba a debreceniek szépítő gólját. Földvári, Sándortól visszakapják, Gracsov, Gracsov balla rásúintja, Kosta. 16. perc, szabadrúgás, Szilágyi nem rúgja rá, Plókai igen, de nagyot védett Kosta. A túlsó oldalon üresen füle, Zombori ezen az oldalon megy el, Szűcs rámegy. Most már nem olyan zavartalan, Zombori lefordul, beközépre, Répási hanyat vetődve meghúzza. Szépen véd Horváth. Nagy. Füle szabadon, Füle szabadon, Füle szabadon, és Horváth véd. Répási bedobása. 2 perc lehet hátra még a mérkőzésre. Füle középre fejeli, és a kapufára tolják Zsirkó fejesét. Az ismétlés pedig mellé.